akkor most már következzen a topológikus direkt összegnek a fogalma. Topológikus, akkor ezt nyilvánvalóan szerint a topológiának lennie kell, tehát a lineáris terünknek topológikus lineáris térnek kell lennie, hogy definiálhassuk ezt a fogalmat. A definíció x az akkor most egy topológikus lineáris tér, és ugye a két részhalmaza y, z, x, hát nem akármilyen altér, jó, és akkor azt mondjuk, hogy az x az topológikus direkt összege az y és z-nek jelölésben. Y plusz, nem, x egyenlő y plusz z, mert ez kör, ugye z, ha. És akkor itt ennél a direkt összegnél azért adtam meg két definíciót, mert ezt a alapvetően tulajdonságot fogom még, jobban megszorítani, tehát, és akkor be is vezetem ezt a leképezésre. Az L ugye az, hogy az y kereszt z-hez hozzárendeli az x-be elemeket, mégpedig úgy, hogy nyilván egy yz párhoz tartozik az az x, ami az y plusz z. Jó, és akkor itt ez az L-nek kell lennie egyszer bijektívnek, tehát bijektív, azaz azt jelenti, hogy minden topológikus direkt összeg egyúttal algebrai direkt összeg is, jó, de még plusz másik feltételt is kell teljesíteni, és ez a másik feltétel, ez pedig onnan jön, hogy topológikus lineáris tér, topológikus, azaz van ugye nyílt halmaz, ha van nyílt halmaz, akkor van folytonosság, ugye? A nyílt halmaz ősképe nyílt, ugye ezt így szoktuk mondani. És itt még emellett a bijektív tulajdonságnak azt követel, azt érjük elő, hogy ennek az L-nek még olyannak kell lennie, hogy az inverzének bijektív, úgyhogy van inverze, az L-1 az folytonos. Oké. Okay. Jó. Rendben. Na ez a, akkor mondjuk, hogy egy, tulajdonképpen egy algebrai direkt összeget, topológikus direkt összegnek, hogyha ugye ez a leképezésnek az inverze az még folytonos lesz. Ez egy lehetséges definíció, még nagyon sok vele ekvivalens definíciója van ennek a topológikus direkt összegnek, de mi haladjunk már Banachterek felé, és akkor nyilván nem sok módosítással, de ezért leírom, hogy Banachterek esetén mi lesz, meg hát hogyha Banachterünk van, legalább normánk van, akkor itt ezt a folytonosságot könnyebb megfogni, folytonos, ugye? Csak tessék gondolni, a folytonosság az ugye azt is jelenti, hogy ha az x-en tart az x-hez, akkor az fx-en tart az fx-hez, jó? Tehát itt ilyen sorozatosan tudunk gondolkozni, tehát sokkal könnyebb megfogni, mint az, hogy nyílt halmaznak az ősképe, az nyílt. Na, tehát akkor x az Banach tér. Itt eleve az y és a z-re vonatkozóan az nagyon fontos, hogy az, ezek a zárt altereknek kell legyenek, zárt altér. Ezek után a definíció ugyanaz, hogy ez az x, ez azt mondjuk, az x az topológikus direkt összege a y és z-nek jelölésben, nem ha, és itt már de itt lesz két definíciót is megadik, hogyha az L, itt van az L fönt, még egyszer nem akarom mondani, ha az L ez bijektív, és az L minusz 1 az folytonos, jó? Na, oké, okay. Ez folytonos. Jó. Most valakiben fölmerült az, hogy miért pont az L minusz 1-nek? Az L-nek nem kéne folytonosnak lennie? Hát ez úgy sokkal természetesebb, hogy az legyen. Ugyanakkor mi is ez az L? Hát tulajdonképpen ez az összeadásról van. Maga az összeadás művelet, az egy folytonos művelet. Ez folytonos művelet. Gondoljuk meg,
hogyha az yn tart az y-hoz, a zn tart a z-hez, most nyugodtan párba rakhatjuk, mindegy, és az x az egyenlő az yn plusz zn-nel, az, bocsánat, xn, és az x az az y plusz z-vel egyenlő, akkor természetesen ebből, hogy az y tart az y, tehát itt ez itt az, hogy az elfolytonos. Hogyha ez tart ide, akkor ugye az fxn az tart az fx-hez dolgot kapjuk. Hát, mivel az xn az két konvergens sorozatnak ugye alapvetően az összege, tehát pontosan oké, nem az x. Tehát az xn az egyenlő yn plusz zn. Az yn az tart az y-hoz, a zn tart a z-hez, akkor ebből természetesen következik, hogy mivel az xn az ez, az x az ez, hogy akkor az xn az tart az x-hez. Tehát alapból, definícióból az L így definiált, ugye, leképezés az folytonos. Ezért nem követeljük meg a definíciónál, jó? Oké, most nagyon sok egyébként definíció van, hát ebbe bele is lehet írni az, hogy akkor ugye már bijektív, elfolytonos, elmínusz egy folytonos, vagy izomorfizmus, de ne menjünk már bele, hogy milyen különböző ugye, feltételek lehetnek. Tehát itt van az elfolytonos. Mit jelent az, hogy L mínusz egy folytonos? Tehát ez nyilvánvalóan az fordítva. Tehát, hogyha az xn, ami természetesen nem más, mint az yn plusz zn alakban áll elő, ez konvergál az x-hez, ami az y plusz z alakban van, akkor ebből, tehát folytonosság, akkor ebből következik, hogy alapvetően ez a pár tart az yz párhoz, tehát akkor az nyilván azt jelenti, hogy az yn tart az y-hoz, és a zn tart a z-hez. Na, és lesz olyan számpéldánk, ahol megmutatjuk, hogy algebrai direkt összeg van, de ez a tulajdonság ez nem fog teljesülni. Az x-nek megvan ez a felbontása, itt ez az algebrai felbontása, és hogyha az x-en tart az x-hez, akkor itt a felbontásban szereplő, mondhatjuk úgy, hogy hát komponensek, vigyázzunk rá, hogy mit mondunk, ezek nem lesznek így külön-külön konvergensek. Jó? Tehát lesz egy ilyen számpéldánk erre vonatkozóan. És a két videóval előtte, hogy én használtam egy állítást, kicsit magyarázgattam a P-t is, de akkor most itt kicsit pontosítok a dolgokon, vagy kirészletezem. Tehát ekvivalens azzal a definícióval, tehát ez az L bijektív, L minusz egy folytonos, hogy az L az bijektív, és ugye az L minusz egy, ami fel tudok úgy írni, hogy PYPZ, ugye? Ezek a kanonikus projekciók, hát itt van az x, ugye az x-hez hozzá kell rendelnem egy y-t, meg egy z-t, hát egyértelműség van, oké? És igen, ahol az a tulajdonságunk van, hogy ugye py az x-re az az y, a pz az x-re az a z-t adja, és tehát, hogy és ezzel a jelöléssel, ugye a plusz feltétel az, hogy hát igen, ezt a jelölést ezt nem ide kellett volna bekavarni, tehát az kell, hogy az L bijektív, és a PY, PZ közül legalább az egyik folytonos. Wow. Oké. Okay. Nem, ez most mit is mond ki? Tehát mondjuk azt, hogy a PY, P
PY folytonos. Te miért elég ez? Mert abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy az X-en tart az X-hez, egyenlő. Az, hogy a PY folytonos, akkor ez azt jelenti, hogy az YN az tart az Y-hoz, akkor ebből a két feltételből teljesen természetesen fog következni, ja, plusz ZN, plusz Z, akkor ebből a két feltételből teljesen egyértelmű, hogy következik, hogy a ZN az tart a Z-hez. Jó? Oké? Okay. És ezt csináltuk, nem tudom, emlékszem ezek rá, hogy akkor csak nézzük, hogy ugye ott az a... Már nem emlékszem. Na, mindegy. Tehát a felbontás egyik, ugye, tagját, hogyha vettük, akkor ott az a folytonosság. Most nem is a folytonos, hát folytonos, persze itt most a Banach-terekben vagyunk, az korlátosságot jelent, a korlátosságot rögtön be tudtuk látni. No, hát úgy hiszem, hogy ez itt eléggé egyértelmű, illetve itt vagyok adós azzal, hogy egy állítás, hogy van olyan algebrai direkt összeg, ami nem topológiai, úgyhogy ez majd meg fog. Konkrétan az is leírhatom, azt fogom megmutatni, hogy a kis L végtelen, hogyha az a C0-nak plusz valamilyen M halmaznak a... Hát ugye a C0 az zárt altere a kis L végtelennek, és akkor ugye ez itt egy algebrai, tehát hogy ez itt nem, ez nem, nem topológiai, topológikus direkt összeg. Na. Hát ez elég sok mindent kell vennünk, hogyha konkrétan pont ezt az állítást akarom megmutatni, hogy a kisebb végtelen. Ami persze algebrailag C0, hát ez egy zárt altér, plusz ugye mondjuk azt, hogy a, hát akkor itt a algebrai komplementerével, hát persze az algebrai direkt összeg, de nem lesz topológikus. Jó? Tehát, hogy ténylegesen másról beszélünk. Topológikus direkt összeg az valamilyen plusz tulajdonsággal bíró összefüggés, jó? Tehát még egyszer, minden topológikus direkt összeg az algebrai direkt összeg, de nem minden algebrai direkt összeg az topológikus direkt összeg, jó? Na, és akkor innen majd térjünk vissza, amiről tartottunk is, ugye a C csillag C-re. See, yes.